A verseny pillanatai előtt a megmérettetés résztvevői járják be a pályát, amelyen összemérhették korcsolya tudásukat. Harmadik alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a Tófürdőn a jégkorcsolya versenyt, amelyen 7 kategóriában indulhattak a vállalkozó szellemű sportolni szeretők. Férfi és női csoportok voltak óvodásoknak, általános iskola alsó és felső tagozatosoknak, gimnazistáknak, felnőtteknek 40 éves korig, szenioroknak 40 és 55 között, valamint 55 fölötti nyugdíjasoknak. Ha már egyszer Sóstón élünk és Sóstónnak adottak tava, akkor használjuk már ki, és ezért gondoltunk arra, meg szeretünk korcsolyázni, hogy csináljunk egy korcsolya versenyt. Mivel a megmérettetés természetes víz befagyott jegén volt, ezért a katasztrófavédelem munkatársai megfúrták a jeget, amely 14-15 centi vastag volt, így biztonságosnak ítélték meg a verseny körülményeit. A mínusz 13 fokos hideg ellenére sokan húztak korcsolyát és próbálták meg teljesíteni a távot. Előzőleg is voltunk már itt korizni, és akkor 8. helyet értem el, és eldöntöttem, hogy most meg szeretném nyerni. És jól felöltöztem, úgyhogy most nincs akadálya. A versenyzők és hozzátartozóik hordók mellett melegedhettek, de forró teát is kínáltak nekik a szervezők. A futamok után sokan a hideg ellenére is a tófürdő területén maradtak, és kedvtelésből siklottak a sóstói tó befagyott jegén.